Még májusban tett feljelentést egy szekszárdi férfi, hogy az éjszaka folyamán valaki bemászott a kerítésén, majd a garázsból nagyjából 100 000 forint értékben több elektronikai cikket is ellopott. Kollégák az ügyben széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, mely során képbe került egy Szekszárdon lakó, de különböző lakcímeken hosszabb, rövidebb ideig tartózkodó férfi, aki gyanúsá vált az elkövetéseknél. Az elkövetkező néhány hétben még 8 alkalommal tettek feljelentést vármegye székhelyi sértettek lopások miatt. Volt olyan ingatlan, ahol a melléképületbe ment be ismeretlen tettes, vagy éppen felújítás alatt álló házakba. A tolvaj mindent megtett azért, hogy bejusson egy-egy épületbe, akár lakatokat is levágott, vagy a kerítést rongálta meg a célja érdekében. Alkoholtól kezdve különböző szerszámokon át az elektromos kis gépekig vitte, amit ért. Összesen 9 helyszínre tört be a tettes, aki ezzel közel 2 millió forintos kárt okozott. Végül egy 52 éves Szekszárdon élő férfi vált gyanússá a rendőröknek. A rongálással okozott kár is meghaladja 100 000 forintot. Ezt követően a felmerült információk alapján a nyomozók az egyenruhásokkal együtt több címen tartottak kutatást, ahol különböző bűncselekményekből származó értékeket foglaltak le, így a lopási kár egy értéke megtérült. Ezt követően a férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az 52 éves szekszárdi betörő jelenleg börtönben van.